újabb országok kerültek az amerikai elnök kereskedelem politikájának célkeresztjébe. Donald Trump megszüntetné a vámkedvezményeket India és Törökország számára. Újdelhiben delhi már is azon igyekeznek, hogy minél jelentéktelenebbnek állítsák be Washington szándékait, Narendra Modi kormányfő ellenzéke azonban kihasználhatja a helyzetet a közelgő választás előtt. A közelgő választás előtt. A teljes vámkedvezményünk 190 millió dollár volt, a külkereskedelmünk pedig 5,6 milliárd dollár, tehát abszolút értékben és százalékban kifejezve is minimális és visszafogott összegről van szó, hangoztatta az indiai kereskedelmi államtitkár. Törökországgal kapcsolatban Trump elnök azt mondta, hogy a fejlettségi szintje alapján az országnak nem szabadna szerepelnie a kedvezményezett államok között. Twitter bejegyzésében a török kereskedelmi miniszter azt írta, sajnálatos, hogy a döntés miatt nem érik el az évi 75 milliárd dolláros kereskedelmi forgalmat Amerikával, amit mindkét kormány szeretett volna, de ők továbbra is a növekedésre törekszenek. Eközben Trump Kínával szemben már engedékenyebb, múlt héten ígérete ellenére nem vedett ki 25%-os pótvámot további kínai termékekre.